Képzeljünk el valakit, megőrül a párjától, ez egy természetes állapot. Tényleg így van. Hát természetes, természetes. Minél szerelmesebb voltál, annál inkább meg tudsz őrülni egy-egy tulajdonságától. Hogy megvéd magad, kezdesz érzelmileg távolodni, nem is tudatosan, ezért nevezik védekező elhidegülésnek. De közben nincs se kreativitásod, nincs eszköztelen, vagy béna, vagy nyomorult, vagy erre azt találod ki, hogy mi lenne, hogyha még nagyobb távolságot vennék, mert rá kellene néznem erre az egészet, tehát valami újnak kell lennie, mert ebben már most csak beleőrülni tudok. Itt, amin két hónapra hazaköltözöl anyukádhoz, a gyereknek ígért lakásból elzavarod őt, és beköltözöl, milyen valamit csinál, és ez alatt a két hónap alatt tényleg tudsz nézőpontot váltani. Más érzéseid lesznek, más megközelítéseid lesznek, fölszabadulsz, másképp fogsz akkor élni, bizonyos rutinokból kilépsz. Mindez akkor hatékony lehet, ha úgy mentél el, hogy elkötelezett vagy. És azt mondtad, azért megyek el, mert ez segíteni fog, hogy ne beleőrüljek valamibe, hanem hogy nézőpontot váltsak, új érzések jöjjenek, új gondolatok, kreatív megoldások, valami teljesen új, és ezzel a töblettel visszamegyek, és valamit már tudok majd másképpen csinálni. Ezzel azt akarom mondani, hogy nagyon sok esetben, amikor látszólag valami olyasmit teszünk, ami ellene van a kapcsolatnak, például eltávolodok valakitől, akivel együtt akarok élni, azt, hogy ez lehetetlen, nevetséges hülyeség, de nem így van, ha elkötelezett vagyok. A két helyzet, ami nem szokott, hát, hogy is mondjam, arra az eredményre vezetni, amit talán sokan szeretnének az egyik, hogy nem mernek eltávolodni, és ott szép lassan tönkre megy minden, mert hát hiszen ő a férjem, ezt nem engedhetem meg magamnak. A másik pedig úgy távolodik el, hogy nem elkötelezett. Hát akkor két hónap rájön, hogy sokkal kényelmesebb. Hiszen nem azon dolgozik a távol létben, hogy tudja másképpen csinálni majd, ha közel lesz, hanem egyszerűen felszabadul, félvezi az élet, azt mondja, minek mennék haza. Mire hoztam ezt példának? Összefüggések, folyamatok, rendszerek. Tehát olvashatunk okos könyveket, és akkor távolodj el, az a reális, hogyha most úgy érzed magad, akkor csináld úgy, és akkor ez teljesen így van. Csak elköteleződés nélkül ugye, kézigránátot kibiztosítottad, és föl fog robbanni. A másik, amikor pedig ugye ezt szoktam így hívni, hogy sírig tartó hűség. Sírig. Ezt a kifejezést az összes szőrszálam föláll. Sírik. Hogy ebbe ki milyen szépséget lát, nem tudom. De állítólag ez egy erény. Ezt én hallom, ezt úgy szokták mondani, sírik tartó, hogy is sírik tartó, fáradhatatlan hűség. Hát, hogy ne kelljen már sírik tartóan szeretni valakit? Hát szeretem, amíg csak van, meg még utána is. Ha látunk összefüggéseket, folyamatokat, sokkal nagyobb szabadságunk van. És akkor olyasmit is megtehetünk, ami valóban javunkra van, de csak akkor az összefüggéseket megbecsüljük. Folyamatokat látunk, akkor van elköteleződés, irányok vannak, és a többi. Tényleg. Köszönöm a figyelmeteket, és elmondom, hogy mi lesz legközelebb. Köszönöm, hát a hülyeség arra nem jön. És akkor több lesz a levegő. Hogy arról szeretnék beszélni most a gondolkozás összefüggésében, hogy na hát akkor mi segít bennünket abban, hogy a gondolkozás révén megtaláljuk az életünk értelmét. Szerintem ez izgalmas téma. A gondolkozás révén megtalálni az élet értelmét. Nincsenek nagy témáink, vagy ilyesmi.
És még az a szerencse, hogy el is tudom mondani. Szóval.